Sziasztok! Ma egy igazi nagy ágyút hoztam el nektek az LG G3 MLE OLED TV személyében. Mellettem az 55 szolós változatát láthatjátok. Végre nem csak minimális ráncfelvarráson esett át a G széria a tavalyi modellhez képest, hanem valóban nagy előrelépés tapasztalható. A G3 támogatja a HDR10, a Dolby Vision, a HLG és a HGIG szabványokat, HDR10 plusz támogatás továbbra sincsen. Viszont hangformátumok terén minden támogat a G3, így ismételtem van DTS támogatás is. Szóval nem is húznám tovább az időt, lássuk, hogy mire képes az LG idei csúcs OLED tévéje. Kezdjük rögtön a legfontosabb újdonsággal, mégpedig azzal, hogy mi is az emeli OLED. Az emelé a Microlenser rég magyarul mikrolencse rövidítése. A lényege, hogy egy pixelre akár 5117 mikrolencse kerülhet, melyek összegyűjtik és fókuszálják a pixel fényét, így érhető el hatalmas javulás a fényerő tekintetében. Ahogy azt az LG TV-knél megszokhattuk, a formaterv nagyon letisztult és minimalista, pont ebben rejlik a szépsége. A tévé vastagsága minden ponton teljesen egyforma, így tökéletesen simul a falra a hozzákapott kapott fali konzolnak hála. A panelt magába foglaló keret mindenhol fényből készült, még a hátlap is, amely jól kinéző, sötét szürke csíkozást kapott. A TV kerete pedig nagyon szép, ezüstös színű szálcsiszolt fém, amelynek a vastagsága 1,3 cm. A panel a keret szélétől számítva 5 mm távolságra ad képet. A TV alján a középső részen találunk egy kis szigetet, amely magába foglalja az infraérzékelőt és a környezeti fényérzékelőt is, valamint egy gombot is találunk itt, amelyel vezérelhető a TV. A G3 csomagolásában nem találunk állványt. Ha talpal szeretnénk használni a G3-at, akkor azt külön meg kell vennünk hozzá. Felszerelése a tévére rendkívül egyszerű. A talpa a tévé közepén helyezkedik el, szélessége 43 cm, ennek hála könnyedén bárhová el tudjuk helyezni a tévét. A talp is fényből készült, kinézetében nagyon szépen illeszkedik a tévéhez, a jobb alsó sarkában találjuk a belegravírozott LG OLED feliratot. A talp alján kis görgőket találunk, melyekkel könnyedén mozgatható a tévé. A talp masszív, elég nagy súlya van, így tökéletesen és billegésmentesen tartja a tévét. A tévéállvány fixen 4 fokban dönti hátrafelé a tévét. Egyetlen hátránya, hogy mindössze 6 cm emeli meg a tévét, így példának okáért egy számunkbár elhelyezése problémás lehet. Az anyaghasználat és az összeszerelés minőség egyszerűen kiváló, minden sarokban szépen lekerekített formákat kapunk, összeszerelési és illesztési hibákkal egyáltalán nem találkozni. Az egyik legjobb, amit valaha láttam. A kábeleket el tudjuk takarni a tévébe épített kábelrendezők és a tévéhez kapott kábeltakaró elemeknek hála. Beépített hangrendszerként 4.2-es elrendezést kapunk, a hangszóró közteljesítménye 60 watt. A TV támogatja a Dolby Atmos és DTS:X hangformátumot is, erre semmi panaszunk nem lehet. A beépített hangfalak nem szólnak rosszul, de semmi más extrát nem tudok róluk mondani, így aki dinamikusabb hangzásra vágyik, mindenképpen érdemes legalább egy soundbar beszerzése. Jó pofa funkció, hogy lehetőség van a tévé hangzását kalibrálni a távirányítóba beépített mikrofon segítségével. Ez egy pár másodperces folyamat, aminek során akusztikailag optimalizálásra kerül a hang a tévé környezetének megfelelően. Utazni bárhogy lehet, de a K.O. Koko Luxury travel érdemes. Arról, hogy a nagy melegben én és a TV is jól érezzük magunkat, a Termoreform Kft. gondoskodik. A csatlakozók a TV bal oldalának hátulján találhatóak, egy részük oldalról, míg a maradék alulról érhető el. Alul találjuk az IR ER Blastert, melyhez kábelt is kapunk. Itt található egy darab műholdas és egy darab földfelszíni csatlakozó is, mellettük pedig az optikai kimenet. LAN csatlakozóból ismételten csak 100 megabit per szekundumos kapunk, itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul támogatja az 5 ghz üzemmódot, érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. Összesen 4 darab 48 gigabit per HDMI csatlakozót kapunk, így mindegyik alkalmas 4K felbontás mellett 120 Hz-es megjelenítésre is. A kettes HDMI csatlakozó EARC képes. Összesen három darab USB csatlakozót kapunk. A TV oldalán található még a CI Plus foglalat is. Bluetooth-ból 50 ás verzióval szerelték a tévét. Távirányítóként a már jól megszokott Magic Remote aktuális verzióját kapjuk, így semmi meglepetés nem fogja érni a korábbi LG tulajokat. A távirányító magas fényű, fekete műanyagból készült, a gombjai gumírozottak, középen található a görgő, amely oké OK gombként is funkcionál. Minden szükséges gombot megtalálunk rajta, és kapunk 6 darab dedikált gombot a streaming szolgáltatókhoz. A távirányítót tudjuk légegérként is használni, mely nagyon pontosan működik, és valóban megkönnyíti például a keresést. A távirányító Bluetooth segítségével kommunikál a tévével, ez alól csak a ki- és bekapcsolás kivétel, amely még mindig infrás. A Magic Remote segítségével szinte az összes tévéhez csatlakoztatott eszközünket is tudjuk irányítani, példának okáért tökéletesen vezérli a t home set boxot is. Van rajta egy dedikált gomba hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven csak a YouTube-on képes keresni, tehát nem tudjuk vele irányítani a tévét. Angol nyelven viszont tökéletesen működik. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. HDMI 4 Formáját tekintve kicsit kilógomait rendekből, ugyanis elég vastag és súlyos is, cserébe jól illik a kézbe, és tökéletesen működik, nekem az egyik kedvencem. Háttérvilágítással sajnos nem rendelkezik. A TV működéséért az LG saját fejlesztésű WebOS rendszere felel. A felhasználói felület minimális frissítésen esett át, és a már jól megszokott csempékre épülő dizájnt követi. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket, itt találjuk az előretelepített alkalmazásokat is. Az előretelepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, a Disney Plus-t, a YouTube-ot, az HBO Max-et, a Prime Videót, az Apple TV-t és még sorolhatnám. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni az alkalmazásokat és akár újakat is hozzáadni a listához. A főképernyő alsó részén ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Lehetőség van új alkalmazások telepítésére is az LG saját applikáció boltján keresztül. A távirányítón a fogaskerék ikonnal jelzett gombot megnyomva előhozhatjuk a gyors beállítási sávot. Itt a leggyakrabban használt beállításokhoz férhetünk hozzá, hogy csak párat említsek, itt válthatunk egy gombnyomásra két módokat, aktiválhatjuk az elalvás időzítőt, beállíthatjuk a fényerőt, és még sok mindent. Lehetőségünk van itt is sorba rendezni a beállításokat és új funkciókat is hozzáadhatunk a menűsávhoz. Illetve innen lehetőségünk van belépni a teljes értékű menübe is. Ezt egyébként megtehetjük úgy is, hogy nyomva tartjuk a távirányító fogaskerék gombját. A TV menürendszere jól átgondolt, könnyen használható és elég gyors, bár egy kicsit a gyorsaságon van még mit javítani, viszont akadásnak nyoma sincs, egyetlen egyszer sem fagyott le a TV a teszt során. A WebOS szerintem egy nagyon szerethető rendszer. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es mellett, és természetesen a HDR és HLG formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése gyors, minden úgy működik, ahogy ezt elvárjuk. A tévébe épített média lejátszója az egyik, hanem a legjobb a különböző TV márkák közül. Szinte bármilyen tartalmat hibamentesen lejátszik, támogatja a feliratok kezelését és testre szabását, akár még a feliratok pozícióját és színét is beállíthatjuk. A formátum támogatottsága kiváló, kezeli a HDR, HLG és Dolby Vision tartalmakat is, nagyon gyorsan és megbízhatóan működik. Extra funkcióként kapunk képernyő tükrözést és multiview alkalmazást is, ami magyarul a többszörös nézetmenüpontra hallgat. Segítségével egyszerre két forrás képét jeleníthetjük meg a tévén, egymás mellett vagy kép a képben. Fontos megjegyezni, hogy a két forrás közül csak az egyik lehet HDMI bemenet, a másiknak applikációnak kell lennie. Két különböző HDMI jelét nem tudja egyszerre megjeleníteni a tévé. Továbbá kapunk egy otthoni iroda nevű alkalmazást, aminek segítségével távolról jelentkezhetünk be a számítógépünkre, és távolról dolgozhatunk vele, a tévé képernyőjét használva. Vezeték nélküli egér és billentyűzetet tökéletesen kezel a tévé. Érdekességként megemlíteném a testre szabott kép képmódot, amely különböző képeken vezet minket végig, és mindig ki kell választanunk azt, amelyik számunkra a legjobban tetszik, így több lépés után olyan képet próbál megjeleníteni a tévé, ami nekünk nagy valószínűséggel tetszeni fog. Ha valósághű színeket szeretnénk, akkor ezt az opciót gyorsan felejtsük is el. A G3 támogatja a Quick Media switchinget, vagyis a gyors bemenetváltást, váltást, így nem kell hosszú másodperceken bámulni a fekete képet, amikor forrást váltunk, a forrásváltás azonnal megtörténik. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 Hz-es videók kadencia helyes megjelenítése. A filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ tehát a filmeket kadenciahelyesen, helyesen, és frame drop nélkül képes megjeleníteni, mind külső forrásokból, mind pedig a TV beépített média lejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a True Motion menüpontot, és bekapcsoljuk a valóságű mozi, real cinema opciót. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkocka szám miatt, a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező akadozó darabos mozgás, amit még tovább erősít az OLED panel rendkívül gyors válaszideje, akkor kapcsolja be a True Motion-t és válasza a moziszerű mozgás opciót, mely elég szépen működik, látványos képhibák nélkül. Ha más opciót választunk, vagy egyénileg állítjuk a DJI-től minél magasabb értékre, akkor mindenképpen képhibákat fogunk kapni. 50 Hz és afeleti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt True Motion mellett a már jól megszokott 300 sor körüli mozgás kapjuk, bekapcsolt állapotban ez könnyedén 1080 sorra és akár felé is emelhető. Ha tovább szeretnénk emelni a mozgás felbontást, akkor be kell kapcsolnunk a bf t ami az LG TV-k esetében OLED Motion névre hallgat. A BFI azt az eljárást takarja, amikor a TV fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgás felbontást szimuláljon. A G3 esetében semmiképpen nem ajánlom a BFI bekapcsolását, ugyanis csak 60 hz működik, itt láthatóak a méréseim ezzel kapcsolatban, ennek okán pedig bekapcsolt BFI mellett nagyon villog a kép, valamint a fényerő is drasztikusan lecsökken, arról nem is beszélve, hogy fárasztja a szemet, a mozgás felbontást pedig láthatóan nem igazán növeli meg. Érdemes óvatosan bánni a True Motion beállításaival, ugyanis túlzott használata erőteljes képibákat fog eredményezni. A G3 a legújabb, hatodik generációs Alpha 9 processzort használja a képfeldolgozásra. A felskálázás minősége nagyon jó. A 720p-s anyagokat nagyon szépen felskálázza a TV, és még a kis felbontású SD TV adások is szép élesnek tűnnek, köszönhetően a magas pixel de rossz forrással csodákat azért ne várjunk, mert az lehetetlen. A Full HD filmek nagyon élesek, és ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz zaj sem kerül a képre. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokkal érzi igazán elemében magát a G3, az UHD tartalmak borotva élesen jelennek meg a képernyőn, hála a legújabb hatodik generációs Alpha 9 processzornak. Tévéadásoknál adásoknál rendkívül fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, ezen a téren is kiválóan teljesít a G3. Jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szép élesek maradnak, nem csíkozódnak be, semmi panaszunk nem lehet ilyen téren sem. Mindig örömmel tölt el az OLED tévék betekintési szögét vizsgálni. Ebből a szempontból egyszerűen tökéletes a G3, bármilyen szögből is nézzük a tévét, mindig tökéletes színeket és kontrasztot kapunk. Tintingnek szerencsére nyoma sincs, minden szögből tökéletes fehér megjelenítésére képes a tévé. Képernyő tükröződés terén az oled közül bőven az átlag felett teljesít a G3, de azért nem árt figyelemmel lennünk a tévé elhelyezésére, már csak abból a szempontból sem, hogy a minimális tükröződés is rontja az élményt, valamint nagyon világos környezetben. Ha bizonyos szögből esik a panelra a fény, akkor a panelt megvizsgálva láthatjuk, hogy nem marad teljesen fekete, így az érzékelt kontrasztarány is csökken. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. A panel homogenitás két részből tevődik össze, az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a panel különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 84 pontot ért el a G3, ami egészen szép eredmény. Ha csak a fénysűrűségbeli különbségeket vesszük figyelembe, akkor 92,5 pontot ért el. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100 luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérés jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát, ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről vagy tintingről egyáltalán nem láthatóak. Ahogy ezen a teszt videón is láthatjátok, sem filmek, sem pedig bármilyen más tartalom esetében nem fognak jelentkezni ilyen jellegű problémák. Ezen a téren is tökéletesen teljesít a G3. Viszont ha megvizsgáljuk az 5 és 10 százalékos luminancia szintű fehérnél a homogenitást, magyarul a sötét szürkénél, látható, hogy nem homogén a panel. Jobb oldalt kicsit világosabb és zöldes, míg bal oldalon sötétebb és pirossas, viszont fontos kiemelnem, hogy ez csak statikus tesztképeknél vettem észre, filmeknél nem, és még csak 50-60 óra volt a tévében, szóval ez a használattal talán még csökkenni fog. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Kalman Ultimate 2023 legújabb szoftverét használtam, valamint egy spektrofotométert, egy kolorimétert és egy Bit BitPerfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában hibás lesz a kalibráció. Az LG oled támogatják a hardveres 1D és 3D kalibrációt, mely a lehető legjobb eredményt garantálja. A gyári kalibráció minősége darabról darabra változó lehet a gyártási technológia miatt. Gyárilag a legszínhelyesebb képmódot a filmmaker és ISF képmódok adják. A gyári kalibráció pontosságát 120 nitre állítva ellenőriztem le. Ahogy látható, hatalmas elismerés jár az lg a gyári kalibrációt illetően. A szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 1,1, a maximális 2 lett. Szóval a teljes skálán a kritikusnak számító delta E3 alatt vannak az eltérések. A színhőmérséklet gyári kalibrációja majdhogy nem kifogástalan, viszont a gamma görbét vizsgálva feltűnik a gyári kalibráció legnagyobb problémája, mégpedig a black crash. Látható, hogy 10% luminancia szintig túl sötét a kép, ezért a sötét részletek elvesznek. 10% után is kicsit sötétebb képet kapunk a referencia 2.4-es görbéhez képest, de itt az eltérés már nem annyira számottevő. Szóval a gamma görbén egyértelműen van mit javítani. A színeket vizsgálva is majdnem tökéletes a pontosság, az átlagos delta E eltérés 1,2, a maximális 2,1. Egy szóval az SDR gyári kalibráció a blackrást leszámítva példaértékű. HDR esetében gyárilag szintén a filmmaker képmód adja a legszínhelyesebb képet. A gyári HDR kalibráció is félelmetesen jól teljesít. A szürke skálát tekintve, ha csak a színhőmérsékletet vesszük alapul, az átlagos delta E eltérés 0,9, a maximális pedig 1,57 század lett. Ha beleszámítjuk az eltérésbe a fénysűrűséget is, akkor az átlagos delta E eltérés 0,97 század, a maximális pedig 1,8 az EUTF görbe szinte tökéletesen követi a referencia görbét, HDR esetében gyári beállítással sincs Black crash. A P3 szintér szaturációit vizsgálva egész jó a gyári kalibráció minősége, az átlagos delta eltérés 0,92 század, a maximális 2,4 század. Ennek következtében a színek is nagyon pontosak, egyik szín eltérése sem közelíti meg a kritikus delta e 3 szintet. Dolby Vision esetében gyárilag a legoptimálisabb képmód a Dolby Vision mozi. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 1,5, a maximális 2,3. Az EOTF görbe 35 és 70 százalékos luminancia szint között egy picit alacsonyabban fut a referencia görbéhez képest, aminek eredményeként egy kicsit sötétebb képet kapunk az optimálisnál. Színek esetében az átlagos delta E eltérés 0,65, a maximális 1,53 lett. Ez ismételten nagyon kiváló eredmény. Kalibrálás után a szürke skálát vizsgálva abszolút referencia szintű értékeket sikerült elérni. Az átlagos delta E eltérés 0,3, a maximális 07 a gamma görbe hatalmasat javult, és immár tökéletesen követi a referencia 2.4-es görbét, ennek következményeként megszűnt a Black is, így minden sötét közeli részlet is tökéletesen jelenik meg a képen. A színeket vizsgálva is sikerült javulást elérni, az átlagos delta E eltérés 0,4, a maximális 1,2 lett, ami ismételten referencia szintű eredmény. Több mint száz mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron nézte meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszintónusok, valamint a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta e eltérés ebben az esetben 0,5, a maximális pedig 1,8, ez ismét nagyon szép eredmény, ugyanis a kritikus delta E3-as szintet egyetlen szint sem közelíti meg, sőt minden az általam inkább kritikusnak vélt 2-es szint alatt mozog. Ha rászánjuk az időt még nagyobb 3D-tábla generálására, akkor minden szín esetében a delta-E eltérés 1 alatt lesz. A HDR kalibráción is sikerült javítani. Így már a fénysűrűséggel korrigált szürkeskál esetében is abszolút referencia szintű eredményt sikerült elérni. Az átlagos delta eltérés 0,41 század, a maximális 0,88 század lett. Ez HDR esetében egészen ritka. Az EOTF görbe tű pontosan követi a referencia görbét, szép dinamikus, kontrasztos képet kapunk minden tartalom esetében. P3 szinteret vizsgálva, kalibrálás után az átlagos delta eltérés 0,91 század, míg a maximális 1,89 század lett. Ez ismét nagyon jó eredmény, ugyanis minden szaturációs szinten delta E2 alatt van az eltérés. A BT2020 szintér esetében az átlagos delta eltérés 1,57 század lett. 80%-os szaturációs szinttől pontatlanok a színek, amit az okoz, hogy a TV nem képes lefedni a bt 20-20 szinteret. HDR esetében is lefuttattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fénysűrűséget is figyelembe véve, az átlagos eltérés 1,52 század, a maximális pedig 3,39 század lett. Ez ismét nagyon szép eredmény, a három körüli eltéréseket a színek alacsony fényereje okozza. Mindent összevetve nagyon elégedettek lehetünk. Kalibrálás után Dolby Vision esetében is tetten érhető a javulás. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta eltérés 0,71 század, a maximális 1,47 század lett. Immár az EOTF görbe is szinte tökéletesen követi a referencia görbét, így már kellően világos és kontrasztos képet kapunk. Színek tekintetében az átlagos delta eltérés 0,79 század, a maximális 1,32 század lett, ami már referencia közeli eredmény. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség esetében 1404 nit lett. Ez több mint 40%-os javulás a tavalyi G2-höz viszonyítva, ekkora különbségnek még soha nem lehettünk a szemtanúi két egymást követő OLED TV esetében. Itt mutatkozik meg igazán az MLE panel előnye a korábbi megoldásokhoz képest. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. Teljes képernyő lefedettség esetén a maximális fényerő 217 nit. A fényerő stabilitást vizsgálva jól látszik, hogy elég sokáig képes tartani a G3 a maximális fényerejét 10% képernyő lefedettség esetén. Látható, hogy ha bemelegszik a panel, akkor a maximális fényerő elérheti az 1500 nitet is. Két és fél percnél kezd el csökkenni a fényerő, innentől kezdve pedig folyamatosan csökken. 3 perc 50 másodperc elteltével például 880 nitig. Az, hogy ilyen sokáig képes megtartani a maximális fényerőt a G3, nyilván köszönhető a hűtőbordának is. A hűtőborda további előnye, hogy az idéglenes kép visszamaradás jelensége, vagyis az image retention is később jelentkezik, ami nem egyenlő a beégéssel. 5 másodpercig hagytam kint ezt a mintát maximális fényerőn, ekkor még nyoma sincs idéglenes képvisszamaradásnak, viszont 10 másodpercig kint hagyva az ábrát már jelentkezik a képvisszamaradás. De körülbelül 15 másodperc múlva teljesen el is tűnik. Nagyon szép teljesítmény. A DCI-P3 szintér lefedettség XY térben mérve 97,43% míg UV térben mérve 98,44% lett. A BT 2020 szintér lefedettség XY térben mérve 72,28% UV térben 73,45% lett. A G3 tone mapping algoritmus a teljes mértékben testre szabható, például a Kalman Program segítségével, így professzionális felhasználás esetén minden igényt kielégít a TV. Gyári beállításokkal a G3 nagyon hasonló tone Mapping algoritmus használ, 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében is a különbség a roll görbe hosszában van, de, mint említettem, ez teljesen testre szabható. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében a G3 körülbelül 1500 nitig képes megjeleníteni a szürke skála részleteit. Az elsődleges és másodlagos színek esetében is körülbelül 1500 nitig képes megőrizni a részleteket, ez alul egyedül a piros szín a kivétel, mely körülbelül 1200 nitnél bukik be. A részletek megtartására kihatással van a kifejezés fokozó beállítása, a legoptimálisabb beállítás a kikapcsolt állapot. A részletek opciót választva túl sötétek lesznek a középtónusok, míg a fényerő opciót választva megnő a fényerő, de részletek tűnnek el. A tesztábra alapján a G3 képes feldolgozni és tökéletesen megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, és ezen tartalmaknál szép színátmeneteket kapunk. Színátmenetek tekintetében is jól teljesít a G3, 10 bites tartalmak esetében nagyon finom és részletes színátmeneteket kapunk, nézzétek meg az égbolt színeit. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites tartalmaknál jelentkezhet. Ha csökkenteni szeretnénk ezt a jelenséget, akkor kapcsoljuk be a sima gradiáció opciót, melyet érdemes alacsonyabb szintre állítani, ha már használni szeretnénk, ugyanis minél magasabbra állítjuk, annál több finom részlet fog eltűnni. Egyébként a színátmeneteken valóban nagyon sokat segít a használata, de 10 bites tartalmak esetében erre semmi szükség. Vizsgáljuk meg a kontrasztarányt és a fekete mélységét. Mondanom sem kell, hogy ezen a téren még mindig az OLED tévék teljesítenek a legjobban, így a G3 is tökéletes kontrasztra és fekete szintre képes minden egyes jelenetben. A TV on és ansi kontrasztaránya egyaránt tökéletes, vagyis végtelen. Az OLED technológia miatt teljesen mindegy, hogy milyen ADL szint mellett mérjük a kontraszt arányt, ugyanis az mindig állandó, hála annak, hogy minden pixel fényereje külön vezérelhető. Az ADL az átlagos képernyő fényerő szintet jelenti, itt láthatjátok a méréshez használt mintákat. Az OLED technológiából kifolyólag a TV jelenettől függetlenül mindig képes a tökéletes fekete megjelenítésére. Ennek eredményeként mindig rendkívül dinamikus, kontrasztos képet kapunk. A rendkívül mély feketék ellenére kalibrálás után nem jelentkezik black crash, vagyis a sötét részletek elvesztése. Minden egyes árnyalat tökéletesen megfigyelhető, még a legsötétebb jelenetekben is. Egyszerűen tökéletes. A fekete közeli részletek zajosodás nélkül jelennek meg a képen, és a dithering is nagyon minimális, csak extrém közelről látható, tökéletesen teljesít a tévé. A fekete közeli részeknél blokkosodás terén abszolút kiemelkedően teljesít a G3. Vizsgáljuk meg külön a HDR és Dolby Vision tartalmakat is. Ahogy korábban már említettem, a TV maximális fényereje 1400 nit. OLED tévék esetében ez abszolút kiemelkedő értéknek számít, így a HDR tartalmak még látványosabban jelennek meg a képernyőn, ami az emelé panelnak köszönhető. A HDR és Dolby Vision tartalmak egyszerűen lemásznak a képről, brutális kép dinamika jellemzi őket, legyen szó akár világos vagy sötét jelenetekről. A TV figyelembe veszi a HDR Master maximális fényerejét, így minden tartalom esetén a lehető legtöbb részletet próbálja megjeleníteni. Ezer nites maszterek esetében nincs is szükség tone map alkalmazására, így ezen tartalmak referencia közeli pontossággal jelennek meg. Ha nagyon világos környezetben használjuk a tévét, akkor megpróbálkozhatunk bekapcsolni a dinamikus tone mappinget, és a kifejezés fokozót állíthatjuk fényerő opcióra, ezzel összességében világosabb képet fogunk kapni, de természetesen ilyenkor már nem beszélhetünk szabványos képről, és bizonyos részletek is elveszhetnek. Dolby Vision esetében feltölthetünk egy konfigurációs fájlt a tévére, ami tartalmazza, hogy pontosan mire képes a mi tévénk, így a Dolby Vision Engine a lehető legtöbbet hozza ki a tévénkből. Az OLED tévékre jellemző, hogy statikusnak tűnő tartalmaknál, ahol nem igazán változik a képernyő átlagos fényereje, illetve nagy fényerővel rendelkező jeleneteknél előbb vagy utóbb elkezdi a TV visszavenni a fényerőt. Ez nem csak a világos jeleneteknél figyelhető meg, ahol egyébként két és fél perc elteltével kezd el csökkenni a fényerő, hanem a sötét jeleneteknél is. G3 esetében a hosszan tartó sötét jeleneteknél viszont nem csökken a fényerő, még a sárkányok háza hetedik részénél sem, és mint ahogy említettem, ezeknél az extrém sötét jeleneteknél is minden részletet tökéletesen megjelenít a tévé. Azonban, ha sötét statikus tartalmat jelenítünk meg a tévén, akkor pár perc elteltével vissza fogja venni a fényerőt még így is. Professionális kalibrálás után, ami nem összekeverendő a bolti kalibrációval, minden tartalomnál, legyen szó SDR, HDR vagy Dolby Vision tartalmakról, referencia közeli színeket és képi világot kapunk. Nem véletlen, hogy egyre több filmstúdióban használnak LG-Oled-eket az elkészült film leellenőrzésére is. Az OLED tv egyik gyengesége, hogy ha világos tartalom tölti ki a kép nagy részét, akkor extrém mértékben lecsökken a maximális fényerejük, a G3 esetében ez 217 nitet jelent. Ez a jelenség az összes OLED tévére igaz. Ilyen jeleneteknél érezhetően kevés a fényerő, például egy mini LED tévével összehasonlítva. Az input lag felbontástól független. Mozi módban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 18,8 ms az input lag, a válaszidő 0,3 ms, a teljes válasz 19,1 ms. Ahhoz, hogy game módban a legalacsonyabb input lagot kapjuk, a bemeneti késleltetést erősítésre kell állítani. Game módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül 3,1 ms az input lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 3,4 millisekundum. Game módban a 120 hz felbontástól függetlenül 1,8 ms az input lag, a válaszidő 0,2 ms, a teljes válasz 2 ms. Ezek az értékek a tv bal felső sarkában mérve érvényesek, ugyanis itt történik meg leghamarabb a pixelek kirajzolása, ami soronként megy végbe, ez minden tévére igaz. Tehát ha a képernyő közepén mérjük az input lagot, akkor ott több lesz. Ebben az esetben game mode 60 hz felbontástól függetlenül 10,4 ms, az input lag a válasz 0,3 millisekundum a teljes válasz pedig 10,7 millisekundum. 120 Hz mellett pedig 5,4 millisekundum az input lag a válasz idő 0,3 millisekundum, a teljes válasz 5,7 millisekundum. Az elkövetkező tesztekben már csak középen mérve fogom megadni az input lagot, hiszen úgyis is odafókuszálunk. Gamerök számára véleményem szerint mindig is az LG OLED-ek voltak a legjobb választások köszönhetően annak, hogy tökéletesen és széles körben támogatják a játék funkciókat, és ez nincs másképp a G3 esetében sem. A PC játékosok megkapják a FreeSync és G-Sync támogatást is. Szóval játékmódban kiválóan teljesít a G3, és ugyanolyan színhelyesre kalibrálható, mint játékmódon kívül. Jelenleg, aki játékra keres tévét, annak a G3 a legjobb választás. A tv támogatja az élelem funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk, vagy filmet nézünk. Ha konzolt kötünk a tévére, akkor azon a bemeneten rögtön játékmódba vált a tévé. Ha konzolról szeretnénk egyszerre játszani, és filmet is nézni, akkor is automatikusan vált a tévé a game mód és filmmaker képmód között. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a TV kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét visszavált játékmódba a tévé. Viszont ez csak akkor működik, ha menüben aktiváljuk a filmmaker mód automatikus indítása opciót, de sajnos ekkor sem mindig, nálam a teszt alatt az esetek 99%-ában game módban maradt a tévé. Ebben az esetben manuálisan kell kilépnünk a game módból. Természetesen a G3 támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott. VRR esetében sem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget sem. Game módban is működik a BFI, de csak 60 Hz-ig és kikapcsolt VRR mellett. 120 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást, mint amivel sajnos más tévék esetében elég gyakran találkozhatunk. A G3 rendelkezik Game Optimizer funkcióval, amely játékképmódban azonnal aktiválódik. Itt láthatjuk, hogy hány FPS-sel fut éppen a játék, be van-e kapcsolva a VRR vagy sem, és különböző beállításokat is kínál a számunkra. Ilyen például a sötét szobaszint opció, amit kikapcsolt állapoton célszerű hagyni, ugyanis minél feljebb vesszük, annál jobban visszaveszi a fényerőt, egy szóval sötétebb lesz a kép. A sötét területek finomhangolása menüpont pedig a sötét közeli részeket állítja, ezt is a legjobb nullán hagyni, ha lejjebb vesszük, akkor veszni fognak a sötét közeli részletek, ha pedig feljebb, akkor túl világosak lesznek. Szóval válasszuk a Standard módot, és hagyjunk mindent talap beállításon, kivéve az élességet, amit levettünk nullára, és a színmélységet pedig ötvenre. Ha HGIG funkcionalitást szeretnénk elérni a tévén, akkor a menüben a dinamikus HDR Tone Mapping alatt válaszoljuk a HGIG beállítást. A HGIG a G3 esetében tökéletesen működik, amit a mérések is alátámasztanak. Egyébként a HGI azért jó, mert HDR játékok esetében a konzol már a tévénk maximális fényerejét figyelembe véve, rendereli ki a HDR képet, ezáltal optimálisabb képet kapunk. Ahhoz, hogy a konzol tudja, mire képes a tévénk, lépjünk be a konzol HDR kalibrációs menüpontjába. PS5 esetében az első és második képernyőn is 15 kattintásra lesz szükségünk, hogy a napocska egybeolvadjon a háttérrel, az utolsó képernyőn a fekete szint beállításnál pedig 0 kattintásra. Ha világos környezetben játszunk, akkor addig állítsuk a konzolt, amíg a napocska még éppen, hogy látszik a fekete háttér előtt. Fontos kiemelni, hogy game módban a TV maximális fényereje 1250 nitre korlátozódik. Mint ahogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, úgy a sötét HDR játékoknál is tökéletes a fekete közeli jelenetek részletessége, egyáltalán nincs black Crush, mindig minden részletet tökéletesen látni lehet. Játékok esetében is mindig nagyon dinamikus, kontrasztos és éles képet kapunk. VRR esetében sem tapasztaltam flickeringet, vagyis villódzást, egyetlen egy játékkal sem, amivel kipróbáltam. Xbox tulajoknak jó hír, hogy az LG 3 támogatja a Dolby Vision kép módot 120 Hz mellett is. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, a HDMI bemenet ikonját PC-re kell állítanunk, amit az otthoni központ applikációban tudunk megtenni. Itt válasszuk ki a három egymás alatti ponttal jelzett ikont, és menjünk a bemenetek szerkesztése opcióra, és a HDMI ikonra kattintva válasszuk a PC opciót. Ezzel az egyszerű lépéssel engedélyezzük a színek teljes kroma átvitelét, és innentől kezdve tökéletesen használható a TV monitorként is. A legapróbb betűk is tökéletesen élesen jelennek meg, bármilyen színű háttér előtt, még 4K felbontás és 120 Hz esetében is. Új funkció, hogy bármelyik képmódban lehetőség van engedélyezni a 444 kroma átvitelt, de a tesztjeim szerint PC módban a legtökéletesebb a megjelenítés. Összefoglalva az eddigieket minden téren kiválóan teljesít a G3. A színhelyességet tekintve kiemelkedik a mezőnyből, legyen szó SDR, HDR, Dolby Vision vagy gaming tartalmakról. A tavalyi szériához képest hatalmasat lépett előre a G3 a maximális fényerő tekintetében, így annak is erősen ajánlott a váltás, aki tavaly megvette a G2-t. Kalibrálás után tökéletesen jeleníti meg a fekete közeli részleteket, nem tűnnek el részletek sem a sötét, sem pedig a világos jelenetekben. Sötét, tömörített tartalmaknál blokkosodási hibákat tekintve is az egyik legjobb. A betekintési szög pazar és a képernyő tükröződés terén sem teljesít annyira rosszul a tévé. Játékosoknak konkrétan a legjobb választás, mindenféle gaming technológiát kiválóan támogat, a VR-árt, az élelemet, a, a HGIG-t és a FreeSync-et, valamint a g sync is. Kétség kívül az idei év egyik legjobb tévéjét kaptuk a G3 személyében, igaz, jelenleg még elég borsos az ára, így kihívója is akad az idei QD oled személyében. Ha a lehető legjobb képet szeretnéd te is kihozni a tévédből, nyugodtan keresd meg professzionális kalibrálásért. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és osszátok meg. Sziasztok!